járványügyi helyzet. Újabb magyarok fertőződtek meg koronavírussal, 2583-ra nőtt a regisztrált betegek száma, eddig 280-an hunytak el. A gyógyultak száma is nőtt azonban, 498-an távozhattak egészségesen a kórházakból, ismertette a legfrissebb adatokat az országos tisztifőorvos az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Müller Cecília részletesen beszélt a maszkokról, azok hatékonyságáról. Mint mondta, a speciális maszkok a viselőjét védik a fertőzéstől. Ezek jól záródnak, szorosan illeszkednek az archoz, hogy csak szűrt levegőt szívjon be az illető. A koronavírusos betegeknek csak ezt szabad viselni, tette hozzá. A saját készítésű maszkokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, egyelőre kevés a bizonyíték, hogy ezek mennyire hatékonyak a fertőzés megakadályozásában. A használatukkal kapcsolatban felhívta a figyelmet, a maszk felvétele előtt és a levételkor is mossunk kezet, és csak egyszer használjuk, majd mossuk ki 60 fok feletti vízzel. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, 7 repülőgépnyi védőfelszerelés érkezik ma Magyarországra, 17 tonna kesztyű és 16 tonna maszk kiszállítását kezdik meg. A járványüggyel kapcsolatban rémhírterjesztés miatt indították eddig a legtöbb eljárást.